Hello, 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 hello! Hát gyönyörűséges szerd, vasárnap akasz szerdát kívánok mindenkinek! Jó, kicsit betorzult a hangom, mármint nektek. Hello, hello, szépségeim! Sziasztok, sicsi-sucsi! Várja! Mit csináltam? Nyugodjunk meg egy kicsit. Jó. Nyat, ez ide. És így. Na. Sziasztok. Hát hogy vagytok? Mi újság? Szia Baluka, Yashi, Csoki, Alpanez, Black Sheep, Fox, Bence miatt raktam be a Taylor Swift számot. Erre szerintem így sincs már, csak beköszönt. Mondanám, hogy lehet munkából megy haza, de vasárnap van. Haló? Szia, Matthew, Hattyú, Zoéka, Kecske, Fanni, Pamunka, Niki, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 35. hónapot, nagyon durva vagy, Niki, és örülök, hogy mostanában többször voltál. Szia, jó látni, köszönöm szépen a támogatást. Szia, Róka, Harry, Pityu, szia, Berti. És láttam, Berti, hogy mit írtál, hogy rossz az alkonyat? Az alkonyat úgy nézd, hogy azért nem mostani. Tehát amikor ez készült, az alkonyat, akkor hát más világ volt. Mondjuk most tény, hogy szuper cringe, de akkor nagyon menő volt, én imádtam. Az utolsó rész, mind a hármat megnéztétek? Vagy hát négy összesen, ugye? Mert a harmadik rész ketté van, azt hiszem, szedve. Én moziban láttam, és mekkora plot twist van a végén, ugye? Ti is meglepődtetek? Berti, mert én nagyon emlékszem a moziban, nagyon kivoltam. Szia Mati, Estella, Leus, Barabás Dani, Norma, Aszkom, Normának az első csetelése volt ma, de már van egy 7 hónapos előzítés, ez hogy lehet? Ez hogy lehetséges? Hello, hogy vagyunk, így vagyunk. Még már mindig nem hallom Nóbma, 8, az alerteket, viszont a következő streamre egyébként meg fogom csinálni, csak most teljesen elfelejtettem, de majd meg fogom csinálni a kövire, hogy a Stream Elements-et fogunk akkor használni, mert azt mondtátok, hogy azzal jó lesz. Róka, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 9. hónapot. Hogy vagyunk már 9 hónapja? Nagyon szépen köszönöm, Róka, ezt a támogatási időt, nagyon cuki vagy. Szia, Kati, Sára. Na most már elég volt, valami másik lejátszási listát kell keresni. Na, szia LD, Sárának azt hiszem köszöntem, szia Zsófi, miért itt elrúbáltak az UFO-k? Mert ugye Taylor Swift-ot raktam be, lehetséges. Szia Illegirl, Tori, FX, szia Hekiket, te még nem kint vagy külföldön? Olyan jónak tűnik a nyaralásotok, nagyon jó szórakozás, hogy már hazaértél, Heki? Eljegyzés volt! Szia, boldog burgonya, Petra! Lila hajú lány! Gyönyörű, szép a hajad, de cuki vagy, köszönöm szépen! Szia, Petra! Szia, Jászmin! Túléltem a repülést, és már fel is zárkóztam a vodokkal, ti hogy vagytok már is? Na, szuper, örülök neki, Pamunka. Jól vagyunk, köszönjük szépen. Én képzeljétek el, hogy még mindig brutál mód köhögök, szóval előre is bocsánat, hogy a streamben megint csak köhögni fogok, bár most egy ilyen 10 percem köhögtem, de most már vagy egy hónapja tart ez az ilyen nagyon csúnya köhögés. Én imádom az alkonyatot. Ki merte szidni az alkonyatot? Igen, Heki nagy fan. Az alkonyatban csak a farkasok értékelhetőek. Micsoda! A másodiknál tartunk. Ja, Dani! Oké, most már összeraktam a képet. A Nighty, a Bert... Igen, a Bert... Miért felejtettem el, hogy ez a név, ez hogy végződik? Bertát akarok mondani. Berti, ugye? És a Barabás Dani,
meg a Dania mondokorról. Jó, ez sikerül összerakni itt a képet. Na, akkor most elszpoilereztem, hogy plot twist van a harmadikban, vagyis hát az utolsóban, a technically a negyedikben, de semmi baj. I'm sorry, nem azt mondtam, hogy rossz, de határozottan nem tudom komolyan venni, még csak kettővel végeztünk. Nem kell amúgy komolyan venni, abszolút, főleg így manapság, mert annyira cringe lehetne vele játszani, ugye ilyen minden alkalommal így áll, hogyha cringe-elsz a filmen játékot. Azt akarom most megcsinálni, hogy megnyitom azt a címlet oldalt. Zsófi! Úristen, Zsófi, neked már ez a sokadik ebbe a streambe. Mármint nem ebbe a streambe, hanem hogy az IRL streambe, amit beleadsz. Nagyon szeretné a Zsófia ezt az IRL streamet. Nagyon szépen köszönöm szerintem Zsófinak, ez a harmadik, nem? Harmadik hozzájárulása a Sziget IRL streamhez. Folyton kiesik ezek a kábel. Zsófi, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 20 dolláros támogatást. Pont ezt akartam mondani, hogy megnyitom a Stream Elements-nek ezt a részét, ahol látom a donéteket, mert hogy amúgy ugye hallani nem hallom. De most pont ezt elcsíptem. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Zsófi, a giga meg a nagy támogatás, nem csak ezt, hanem az előzőeket is. Köszönöm szépen a 20 dolláros racsolásom előjött. Támogatás, így meg 94 dollárnál tartunk, majdnem megvan egy jegy. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatást, nagyon király vagy, Zsófi, köszönöm szépen. És mondom mindenkinek, aki esetleg lemaradt volna, hogy van egy donate goalunk, Sziget IRL streamre gyűjtünk, csak a stream miatt mennénk aznap, augusztus 8-án, igazából kora délután kimennénk, végig streamelném az egész fesztivált, hogy milyen programok vannak, valószínűleg összeházasodunk Clow-val, ott ilyen kis, nyilván nem hivatalos kis szigetházasság, megnézzük ott az installációkat, és este pedig lestreamelem az Azaria és a Hoezi koncertet, azért gondoltam 8-ára, mert talán ez a legérdekesebb stream szempontjából, úgyhogy nem kötelező, de ehhez hozzá tudtok járulni, nagyon szépen köszönöm eddig mindenkinek, aki hozzájárult, és hogyha még bárki hozzájárul, azt köszönöm szépen így előre is. I'm sorry, nem azt mondtam, én ezt olvassam. Amikor Edward leül az asztalhoz, és az ujjait így kirakja, kurva vicces jelenetek vannak, meg hát az egész... emlékszem, hogy amikor voltak az alkonyat filmek, akkor utáltam azt, hogy a Kristen Stewart színészkedik, ez a... Ez egyszerűen... kihaltam ezen, viszont most utólag annyira vicces és annyira jó, és tök jó, hogy így színészkedett, mert hogy ezen így utólag lehet röhögni, mert hogy tényleg meg annyi ilyen, Jézusom, mi történik amúgy, de a dolgok, szóval annyi ilyen ikonikus moment született a filmekben ebből, hogy a Kristen hogy színészkedett. Nekem amúgy mindig a nevekkel amúgy nem vagyok tisztában, csak a főszereplőket tudom, a nagyon főszereplőket, de nekem a kedvencem a szőke hosszú hajú. Tabi! Nagyon-nagyon szépen köszönöm! Köszönöm szépen, Gabi, az 5 dolláros támogatást, amivel hozzájárultál a Sziget IRL streamhez. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásokat, jelent nekem minden támogatás. Szóval a hosszú hajú szőke. Rosalie? Igen, ő nekem a kedvencem. Nekem nagyon tetszik az, ahogy így vámpírrá változott, és amiket utána csinált, szerintem nagyon badass moves. Az utolsó a legjobb. Amúgy igen. A második részt azt utáltam, az nagyon unalmas, depis, vontatott, szar, viszont nekem az első tetszik, meg az utolsó kettő. Jól emlékszem, hogy az utolsó részt ezt is kettészették, ugye? Szóval, hogy így technikli harmadik, negyedik része is van. Akarom újra nézni, most nekem is megjött a kedvem, igen. Én a paródiát is láttam belőle, azt nem láttam. Szia, Bucskódia! Alkonyatnál nincs jobb. Ezzel azért vitatkozni. Stranger Things-et néztem újra. Fú, engem nagyon kiábrándít az, hogy ilyen sok idő van
évadok között, meg úgy alapból most, ahogy a sorozatok működnek, nekem ez nagyon nem tetszik. Az, hogy így halom számra gyártja a Netflix a sorozatokat, ami kicsit így rosszabbul teljesít, mint a többi, hiába tök jó a sorozat, azt első évad után elkaszálják, amit meg nagyon felkapnak az emberek, abban van új évad ilyen 3 évente. Nem, hol van a régi szép idő? Ja, és akkor 8 epizód van egy évadban, amit 3 évig csinálnak. És így, what? Hol van ez a régi szép idő, amikor a Grace klinika is például, meg hát az még mai napig úgy működik, hogy minden évadban volt egy 23 epizódos évad. Így kell csinálni. Nem egyszerre jön ki, hetente várni kell egy, mondjuk most már nem bírnám ki, de minden epizódra várni kellett egy hetet, így volt izgalom. Szia kiskutya, VOD csatornáról jöttem, végre elcsíptek. Ez az, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy nézed a VOD-csat itt, és köszönöm, és örülök neki, hogy itt vagy most már streamen is. Minden nap van stream? Hát nem, Krisztof? Sajnos nem tudok, pedig tök jó lenne. Van egyébként olyan 1-2 hét, amikor így tudom azt tartani, vagy hát, hogy tudok nektek jönni minden nap streammel, de most nyáron ez így nem nagyon jön össze, de amint tudok, streamelnek. Most például, most Inez már nincs nálunk, ma ment haza Klauval, és például most oda sem mentem, hogy tudjak nektek streamelni, azért maradtam itthon, hogy ma meg holnap tudjak streamelni. Most már szeretném használni a horror blurpjeimet. Na, viszont az egy érdekes dolog, Black Sheep, ugye az nem stream element. Tehát azt nem tudom, hogy miért nem hallom. Szóval attól még, hogy az alerteket lehet, hogy meg fogja oldani azt, hogy a stream elementre átváltok, attól még a blurp az ugyanúgy nem lesz jó, szóval fogalmam sincs, mert tényleg mindent. Beszéltem a Ricsivel, újra raktam az OBS-t, újra csináltam a blurpöt, a Streamlabs-et, már mindent próbáltam, és egyszerűen nem jó. Szia Zazi! Nem volt, pedig én tegnap este megkértem volna a kezem. Heki, kérd meg te az ő kezét, most már 2024-ben vagyunk, sőt, a 2000-es évek elején is elfogadott volt, ugyanis Mónika is megkérte Chandler kezét. Nem zavar, ha köksz? Na jól van, akkor lök neki. Most már lassan 2 hónapja voltam beteg, de a köhögés még mindig nem múlt el 100%-ban. Ez annyira szar, amikor... Hát ez ilyen szövődményszerűség. Nagyon rossz, amikor betegség után megmarad, de amúgy neked is ajánlom lila hajú lánya Lord Estint, vén nélkül kapható, és allergia gyógyszer, de nekem mindig segít az ilyenekben. 5. van a plot twist. 5. Akkor hogy? Hány részes? Mi van? 5. Nem úgy van, hogy a könyv az 3 részes, és a harmadik rész, a harmadik részt azt kettészették, így van, egy harmadik és negyedik. Én is ott leszek szigeten, ez az. Szia, Anci! Én összeházasodtam barátommal az EFOTTON. EFOTTON is van már ilyen? És már is börtönbe lesz zárva copyrightért. Nem! Nem, amúgy tök érdekes, mert én azt hittem, ugye, hogy Twitch-en nem lehet ilyeneket streamelni, aztán kiderült, hogy igen. És ugye lestreameltem az egész 30 Seconds to Mars koncertet egyszer, de ott ugye, az milyen epikus volt amúgy, de ott ugye engedélyt kértünk Jared Leto menedzserétől, ez számomra mindig ilyen felfoghatatlan, hogy Jared Leto menedzsere leokészt az, hogy lestreameljem a 30 Seconds to Mars koncertet, ez számomra, na mindegy. De hogy a Twitch oldaláról így nincsenek gondok, szóval egy csomóan fesztiválokat így lestreamelnek, ugye valakik a Billie Eilish-t is lestreamelték, szóval meg én is már több koncertet lestreameltem. VOD nyilván egy Azaria meg egy Halsey koncertből valószínűleg nem lesz, sőt fix, mert egyébként Azariának nagyon komoly az ilyen copyrightos cucca, szóval ők szerintem elég sok pénzt költöttek rá, meg így nagyon odafigyeltek, mert egyszer konkrétan egy Insta sztorit raktam ki, ami egy zenéből egy részlet, és az Instagram is letiltotta. Szóval
YouTube-on, hogyha lesz ez a stream, ha létrejön, ha összegyűlik a donétgő és létrejön ez a stream, akkor úgy lesz majd, hogy a VOD csatornán azok a részei lesznek fönt a streamnek, amikben nincsen koncert. Szóval, hogyha ráértek és szeretnétek látni ezt a két koncertet, érdemes majd itt lenni, mert azt nem fogom tudni ugye a VOD csatornára, YouTube-ra feltölteni. A többi is necces, mert valószínűleg a szigeten mindenhol fog valamilyen zene szólni, de majd megoldjuk. Szia, Stem, tudod, jól vagyok, köszönöm szépen, te hogy vagy? Én is megyek azira, csak a szín keretein belül? Ez az jó szórakozás, Zsófi. Azért nagyon jó lesz, én imádom. Volt az EFOTTON is, meg megyünk majd Egerbe is. Én még soha nem voltam egyébként Azaria koncerten. Egyszer láttam, hallottam élőben a Budapest Parkban, Jude Law koncerten voltam ugye Klauval, meg Alfaneszékkel, és ott így ilyen meglepetés vendég volt, amikor ugye a közös számuk volt. Ott egyébként nagyon nem tetszett, ahogy énekelt. Nagyon meglepődtem, hogy Jude Law nagyon leénekelte, de lehet, hogy csak azért volt így az Azaria, hogy ez a Jude Law koncertje, és ne énekelje túl. De emlékszel, hogy ez tesen neked se tetszett, mert hogy így bejött, és így alig énekelgetett a mikrofonba, és olyan volt, hogy így csak így zavarja le gyorsan, aztán ment is el. Nem tudja, hogy én vagyok. Ja, ez a Black Sheep volt, tényleg! Nem ismertem fel hirtelen, pedig nem is, azért, mert ugye más névvel írja ki itt nekem, Black Sheep. Köszönöm szépen az ötdolláros támogatást. Hirtelen azt hittem, hogy egy másik Gabi. Nekem Alice tetszik nagyon, ő is nagyon jó karakter, igen. Rövid hajú csajt szerettem, aki a tesója, ja, az Alice, igen, Alice. Na, mert nem kell viszlát. Viszlát, Hekike! Köszi, hogy benéztél. Szia, Brigi! Van egy vicces kivágott jelenet, amikor Jacob hozzáveg Rosalie-höz, azt hiszem, egy szendvicset, vagy darab húst. Én azt nem úgy tudom, hogy lehet, van ilyen is, de én azt tudom, olyan kivágott jelenet van, vagy a hozzávágva? Én azt tudom, hogy a Rosalie letesz egy kutyatálat a Jacobnak, hogy abból legyen. És ilyen nagyon cringe, mert még azt hiszem eszik is belőle. De erre a hozzávegásos dologra nem emlékszem. A baseballos jelenet az nagyon jó, Alfonesz. Öt részes. Akkor nem értem, hogy van ez. Griszkika a mindenem. Sárkányok házára most is mindig kell várni egy hetet. Na, vannak még olyan sorozatok. Jó, de az nem Netflixes. Most ugye itt a Netflixesekre gondoltam. Szia, Kira! Nagyon-nagyon szépen köszönöm a 4. hónapodat. Köszönöm szépen, hogy vagy, mi újság. Szóval az HBO-soknál még sokszor úgy van, hogy egy hetet várni kell. Disney-nak mostani 20. évada csak 10 részes volt? Hogy? Nincs pénz már? Én is, ha lehozok az életről, akkor csalok a vacsatira. Imádom a Griszkinket, kétszer néztem végig, megunhatatlan. Én lemaradtam valahogy, és nem tudom hol. Kedvencem, hogy a Netflix ketté darabolja az évadokat, és így van például, hogy 4 évad part 1 és part 2. Igen, Leus, és az ilyen reality show-knál van mostanában nagyon hülyén. Zsófi, hogy hát kerek legyen? Már kerek az a donét. Legyen már kerek az a donét összeg. Nagyon szépen köszönöm, Zsófi, a további támogatás, az 1 dolláros támogatás. Megvan! $100, nagyon-nagyon szépen köszönöm. 5 rész van, méri 4 könyv. De mi a fasz? Várjál, van az első. Ezt nyilván tudja mindenki, hogy milyen. Van a második, amikor Edward elmegy, és Bella depresszív szerencsétlenség. Jó, most itt vannak a Bertiek, szóval nem akarok nagyon spoilerezni. Akkor mi a harmadik? A negyedik, ötödiket azt tudom. Ötödikben van a nagy harc. Esküszöm, hogy nem emlékszem a negyedikre. Vagy mi a harmadikra? 3 rész, de a harmadik az 2, szóval 5. Mi van?
Alkonyat, újhold, napfogyatkozás, hajnalcsodás, ez két rész a filmben. Melyik a napfogyatkozás? Ott mi van? Milyen könyvről beszélünk? Alkonyat. Négy részes, de a negyedik könyvben csináltak két filmet, így öt. Igen, igen, igen. Szia, Snoopy! Oh, baby, baby! Mikor 8-án? Hogy hány órakor megyünk ki? A szigetre? Augusztus 8-án, ilyen délután 2-kor szerintem. Én voltam már azin, és szörnyű volt. Igen, emlékszem, máskor is ez volt, hogy szét volt csúsztva. De no hate. Tényleg? Milyen volt Alfan ez pontosan? Igen, akármikor látok koncertfelvételt ilyen fesztiválokon, mert amúgy biztos, hogy egy amikor az arénát megtölti, ott amúgy biztos oda teszi magát, meg nagy a show, de akármikor látok ilyen fesztiválos felvételt, vagy azt érzem, hogy így nem ad bele anyait, apait, de aztán lehet, de hogy azt érzem, hogy olyan túl laza már, és ugye hát az énekhangnak az nem tesz jót, hogyha így nem veszi annyira komolyan az énekes. Voltam már több olyan koncerten, nekem ez volt a Paramore-ral is, de aztán ott kiderült, hogy előtte pár nappal váltak a férjével, szóval ilyen turné közben a válás, ez biztos megviselte, de nála is ezt éreztem, és ez a csalódás volt. A Hayley? Azt hiszem úgy hívják Chelsea-t a Paramore-ból. Ugye szinte mindenki az arénás koncertről vágja, én még már 2024 óta hallgatom, és még eskü nekem is furcsa ez a hírt, az arénás koncertről vágja mindenki. Nem minném, hát ez az nagyon késő jött a karrierjéhez képest. Én ugye a YouTube csatornáját néztem nagyon, igazából kb. Amióta kezdte, ugye a Paul Street-et, és utána megcsinálta az Azaria YouTube csatornát, ahol a cover-öket töltött föl. Én benne voltam szerintem az ilyen első 1000 feliratkozóba, és én azokat nagyon szerettem, a cover-öket, meg az első pár számot azt nagyon szerettem nála. De szerintem az arénás koncertről nem vághatják, mert az annyira késő jött a karrierében már, hogy 2 év áprilisban így gyöngyösen olyan helyen lépett fel, ahol kb. 152 000 ember fér el, hát sosem lesz ilyen koncia. Szia Liesz, szia Ecag! Harmadik, amikor hadsereget gyűjt a vörös. Pont erre gondoltam az előbb, Jasi. Jaj, tudom! A harmadik, amikor az a nagyon kínosság van, hogy felmennek a hegyekbe, és akkor így a Jacobnak kell félmesztelenül, ez remélem nem nagy spoiler a Bertieknek, messzelenül átölelni a Bellát, és akkor az Edward így féltékenykedik. És aztán történik egy dolog, ami engem nagyon felbaszott. Tudom már, igen. Nyugodtan spoilerez, én nem bánom, valami olyasmi megvan az egyik rész, csak Alice jövőbe látása. Ez elég nagy spoiler, mondjuk. Igen. Harcos, de másik harcos. Vágom, vágom, vágom. Ott lemegy a nap. Napfogyatkozás és a farkasos drag. Igen, 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 igen. Igen, amikor így mindenfelől jönnek vámpírok. Nem. Az már a vége. Amikor a izék is hadsereget toboroznak. Vagy a harmadik, amikor a rövid hajú, aki mindig így néz, és mindig mindenkit meg akar enni, ő tanítja harcolni a többieket. Az a harmadik rész, ugye? Megjött, nekem is a kedvem, hogy megnézem újra, és vagy elolvasom az alkonyatot. Amúgy Jasper, igen. Amúgy az első részt ezt elkezdtem olvasni, amikor 14 voltam, és kivették a mandulámat, akkor a kórházban olvastam, mert nagyon gázállapotban volt már a mandulám, és ilyen emergency kivétel kellett hozzá, hogy azonnal kb. Bevittek a kórházba, hogy ezt azonnal ki kell venni. És mivel ilyen nagyon emergency volt ez az egész, ezért nem az volt, mint más embernél, hogy kiveszik és haza is mehetsz, hanem ott kellett aludnom, mert nem, igazából nem tudom miért, mert már gyerek voltam, nem emlékszem, de hogy így durva volt. Nagyon fájt, meg minden, és akkor mondták, hogy megfigyelés alatt akarnak tartani.
úgyhogy maradjak benne egy éjszakát, és akkor elvittem egy könyvet, kölcsönkértem valakitől az Alkonyat első részét, és pusztulatszar volt, úgyhogy ezt így abba is hagytam, szerintem egy ilyen 20 oldal után. Annyira ilyen egyszerűen írt az író, nem tudom, nekem ez a fajta könyv, ez sose tetszett. Bella ide ment, tehát ilyen rövid, nagyon egyszerű mondatok voltak, és hogy így annyira nem tetszett a történet elmesélés. Team Edward vagy Jacob? Edward. Egyértelműen Edward azért, annabban a vámpírok sokkal menőbbek, mint a vérfarkasok. Egy, kettő, a Jacob a harmadik részben tesz valami olyan undorító dolgot, ami szerintem megbocsátottam a Bellával. Brigi, nagyon-nagyon szépen köszönöm az első havi feliratkozásodat, köszönöm szépen a támogatást. Az idősebb generáció onnan vágja. Ja, boomerek lehet. Elsőnek Iron Mafia előzenekara volt, ott nem volt még híres annyira, akkor is csak toporgott mindenhova, meg háttal énekelt, stb. Pedig akkor voltak a számomra jó zenéi, utána a másodikra pedig, mikor együtt voltunk, és Zsudlóval volt, és ott is alig csinált valamit. Ja, de ilyen rendes koncertjén még nem voltál. Én abban reménykedek, hogy rendes koncertet oda tesz. Mondjuk fura, hogy miért nem tesz oda mindent, de aztán lehet, hogy oda tesz, és ez az, amit tud. Nem tudom, de biztos jó lesz amúgy, mert az Arena koncerteket is nagyon dicsérték, úgyhogy kíváncsi vagyok nagyon. Szia, Csigi! Igen, azt mindenki dicséri a paplászós fellépéseit. Én elolvastam a könyvet, az elsőt, és utána tudtam meg, hogy ebből évek óta van film, én meg csak néztem, hogy what? Jasper csak azért néz úgy, mert vissza kell fognia magát, hogy ne szívja ki mindenki vérét, igen, összeszorítja a fogát is szegény. De annyira viccesen néz ki. Jövő héten várható Uncharted folytatás, olyan kíváncsi vagyok a további reakcióidra, hogy nagyon elemi jó, főleg amiatt, hogy elkezd a csajos gémet, az az örök kedvenc. Csajos? Melyik csajoshat? Szerintem lesz jövő héten Uncharted folytatás. Yes. Láttad milyen kis fluffy cuddly farkasként? Nem érdekel. Szerintem egy faszfeje Jacob. Most ezt kimondom. Sorry, hogyha bárkit megbántok, de egy faszfeje, aki nem fogadja el a nemet nemként. Tipikusan ez a szeretsz, Bella? Nem, egyáltalán nem szeretlek. Pedig tudom, hogy szeretsz. De Jacob, nem szeretlek. Edwardot szeretem. Jó, majd meglátjuk. Tudom, hogy úgy is szeretsz. Az ilyen pasiktól, vagy akárkitől farra mászok, hogyha nem tudják felfogni, hogy a nem, az nem. És rohadt irritáló. Mikor lesz Valorant? Hogyha esetleg valaki kiváltja majd pontokból. Én is Edwardot szeretem jobban. Szóval itt úgy nem is az, hogy Edwardot jobban szeretem, mert Edwardnak szegénynek nincsen személyisége, csak úgy van. De amúgy aranyos, meg nagyon jól néz ki. Mondjuk Jacob is jól néz ki. De inkább itt az a kérdés, hogy ki kevésbé nem. Vagy hogy mondjam. A négy DLC tömbben két Chelsea főszereplő. Ja, azt nem tudtam, hogy Chelsea a főszereplők. Aha. De tényleg szereti, csak nem annyira, mint Amazt. De hát ez nem szerelem. Azt szerintem az elején csak ugye össze volt zavarodva a Bella. És aztán meg ugye nem tudom, de nem szerelmes. Nem volt szerintem soha szerelmes a Jacobba, csak szerette, mint barátot. Szia, Zsodav! Valaki tudja, hogy Maris honnan veszi a ruháit? Tökre jó a stílusod és hasonló. Szeretnék, köszi előre is. De cuki vagy! Amúgy nagyon sokáig, évekig én is szenvedtem, és én a Crop nevezetű boltban tökre megtaláltam a stílusomat. Ott a fiú részlegen szoktam vásárolni. Így írják, Crop. Van kettő vagy három helyen Budapesten, plázákban. Közi a pinet. Pint. Én most olyan könyvet olvastam el, ami sárkányos, és a végén majdnem kihajítottam az ablakon. Az, aki olvasta az Iron Flame könyvet, az tudja. Miért hajítottad ki? Majdnem. Mondjuk Edwardból lesz Cedric Diggory.
A Cedricet viszont nagyon szeretem. És minden alkalommal, mikor eljön a halála a Harry Potterben, akkor bömbölök. De a 100. alkalommal is. Igazad van, Méri, annál a jelenetnél, amire gondolsz, az kiborított már akkor is, pedig kb. 12 éves voltam. Nagyon durva, akkor nekem még le se esett, csak amikor később felnőttként láttam, hogy ott konkrétan beleegyezés nélkül csinálta a Jacob azt, amit csinált, és ne nundi. Barbie Valorant. Edward csak úgy létezik az éterben. Amúgy igen. Szerintem Bella is küldöttem félreérthető jeleket a Jacob felé, mert a Bella egy pick me girl egyébként, és igen, ezzel egyetértek. Nem is értem, hogy amúgy most nagyon szidom őket, szegényeket, de ezek csak fiktív, ezek fiktív karakterek. Szóval szítottam őket. Szóval a Bella egyébként egy borzalmas karakter, és sose értettem, hogy mit látnak benne ezek a csávók. Nem vagyok beteg, csak még köhögök. Szia, Grease! Engem az akaszt ki, hogy így kb. Minden tök rövid idő alatt történik meg. Az alkonyatban? Ja, igen, igen. Szia, Bástya! Edvard csak úgy csillog az étterben. Jaj, ez a csillogás. Igen, Lucus is onnan vásárol már. Mert olyan a vége a könyvnek, azért hajítottam ki majdnem. Ja, azt hittem, hogy szar a könyv. De Last of Us 2-ben mikor fogok játszani, hogyha kijön PC-re, Vina? Csajos részen is szoktak jók lenni. Én most egy kígyósat vettem. Ja, egyszer-kétszer van jó, de nekem nem jók általában azoknak a szabásuk. Vagy nincs is a méretemben. Hú, amúgy ez a nadrág, amit vettél, meg utánad vettem én is, neked is így jön le a holó rész szívzár mentén? Vagy csak az ilyen skill issue? Én ugye nem... Tudom, melyikre gondolsz, Ecak, szerintem. Amit ugye megmutattam streambe, de én ugye nagyot rendeltem, szóval én azt visszavittem, mert így hát hatalmas volt rám, vagy 5 szemmel nagyobb volt, mint ami kéne. Szóval én visszavittem, és ott megkérdeztem, hogy van-e kisebb, és mondták, hogy már nincs abból a raktáron, és azóta sincs. Szóval nagyon sajnálom, mert az rohadt jól nézett ki az a katya. Azt nem értem, hogy nem is ismerkednek, de egyből szeretlek. Hát ez nagyon sok ilyen romantikus filmben így van. Meg amúgy, ha belegondolsz, a tinik ilyenek. Mondjuk Edward 200 éves, szóval nem tudom. Bellának a hajával való kapcsolat az brutális, mert a sok tecsi-tecsi, igen. Ez minden filmben van, igen. Bellának a ketchup használata a legjobb, az a legjobb jelent. Ez nagyon jó, igen. Szegény Bella olyan szerelmes, hogy nem tud állasztani. Mert egyszer, kettő, amúgy Bella szerintem poligám. Hogyha ez most lenne az alkonyat 2024-ben, ott milyen tökéletes hármas poligám kapcsolat lenne. Szia, Moncsi! Mi újság? Igen, csak neked van ecag, úgyhogy add nekem. Na, indítom a játékot. Szia, Bogika! Semmi, Kata, szia, csak beszélgettünk. Ez a mimike is nagyon jó volt. Örülök, hogy sikerült visszahozni. Jaj, van egy csávó, aki parodizálta a Bellát, imádom. Jaj, van egy srác, ki ilyen ausztrál paródiákat csinál rá, gondolsz? Ő nagyon vicces videókat csinál, és főleg az alkonyatot, meg a H2-ot szokta így parodizálni, és nagyon-nagyon jól. Ilyen nagyon fehér a csávó, és még rak magára ilyen fehér port is, vagy valami fehér festéket, amikor az Edwardékat parodizálja. Igen. Oh no, Cleo! Igen. De amúgy állandóan nagyon jól néz ki, de ez a kis holós rész így törik meg csúnyul, illetve engem személy szerint eléggé zavar az anyaga. Ó, sajnálom. És te akkori leárazáson vetted? Vannak ilyenek, akik több beszerelmesek. Vannak, persze. Nincsen semmi baj egyébként ezzel, meg azokkal, akik poligámok.
Tudjátok, hogy én nem ellenzem az ilyesmit, amúgy szerintem Bella nem volt szerelmes, csak élvezt majd mindkettejükbe, csak az Edwardba, csak élvezte azt, hogy oda van érte két jó csávó, és pick me girl, és ennyi. Közi alapon ezt, hogy átírtad. Milyen igazad van, de Edwardhoz túl réki módi. Hát valószínűleg a fiúk nem lettek volna egymással. Tehát ez egy olyan poligám kapcsolat lett volna, ahol igazából a fiúk csak a Bellával vannak, és Bella mind a kettő fiúval. De amúgy esküszöm, benne lettek volna. Na jó, nem, mert egyébként ultimátumot adott neki a harmadik részben valamelyik, az Edward vagy a Jacob. Biztos, hogy Jacob, mert ő ilyen zsarolós, hülye gyerek. Megéri megvenni ezt a játékot, a Supermarket Simulátort? Hát most meglátod majd, hogy milyen, és aztán... Nekem nagyon tetszik, nekem megérte. De nem azért volt ez a csiki-csuki Jacobban, mert a pete sejtjébe volt belezúgva? Mármint a leendő gyerekébe, ez Jacob el is mondja, miután megszületik a puja. Tényleg? De ez az a printing cucc, az nem így működik, nem? Az a baj, hogy én azt az egész... farkas printing dolgot nem értettem. Amikor láttam, akkor most így néztem, hogy a Jacob most kajak beleszeretett egy csecsemőbe. És aztán elmagyarázták nekem, hogy hogy azért nem értem, mert a filmben nem mondanak erről semmit, és hogy a könyvben van ez részletezve. Szóval nem tudom, ezt a filmben mondta, hogy ezért érzett a Bella iránt ilyen vonzódást. Nem hinném, hogy a pete sejtjébe tud, meg nem a pete sejtjébe szerelmesedett bele, meg printingelt vele, hanem a már megszületett, tehát akkor még nem is fogant meg, akkor miben szerelmesedett volna bele? Nagyon furcsa ez a beszélgetés. Tia Katia! Bevésődés. Ja, úgy van magyarul. Teljes mértékben megértem Bellát, én is lennék, ki nem akar két hot guy-t. Mondjuk, ja, nagyon jól néznek ki. Mondjuk a Jacobnak a hülye természete az elrontja a kinézetét. Igen, elmondja, hogy most már érti, hogy miért volt ez a megfoghatatlan vonzalom köztük, és kérdezi Bellát, hogy most már nem érzed, mióta megszületett a gyerek, ugye? Kérdezi Bellát, hogy most már nem érzed. De a bevésődés az csak a farkas irányából jön, nem? Aki nem farkas, ő nem fog bevésődni a farkasba. Szóval a Bellában nem azért lehetett ez a vonzódás. Chica, what the fuck, I'm calling the police! Az egész jelenet nagyon fucked up. Ez, aki kitalálta, hogy Jacob beleszeressen egy csecsemőbe. Jail! Immediately jail! Igen, de végül is Rezemé is beleszeret Jacobba. Mondjuk true. De szerintem azért, mert az első pillanattól kezdve ott liág a nyakába a Jacob. Nincs is más lehetősége más férfiakkal ismerkedni. Míg igazából 2 hónap alatt felnő, szóval. És mondja Bella, hogy nem, egyáltalán nem érzi már, meg tudná ölni. Aha. De amúgy a Bella már nem csak utána nem érezte. A harmadik rész végétől már nem érzett semmit a Jacob irán, nem csak attól kezdve, hogy megszületett a baba. Aztán a csecsemő pár hónap múlva 7 éves volt, igen. Meg, hogy eltöve Bellával. A szegény Bertieknek ez már nagyon sok spoiler. Igen, mondjuk ez nekem inkább red flag, hogy az a faszi, aki csecsemőkorom óta vigyáz rám, bepróbálkozik. Fú. Hát ja, de Belláék is jó betegek, hogy ezt engedték, ezt az egészet. Most kezdem már a játékot.
elvitt minket ez az alkonyat téma. Berti a hibás, ő hozta fel. Közben amúgy Just Dance-ezünk, szóval most egy jó 10 percre nem is tudtam figyelni, akkor jó. Jó szórakozás, Berti. De érzett, és ahogy terhes lett, egyre erősödött neki ez az érzés, aztán szülés után meg nothing. Hallott Pamuka, teljesen máshogy emlékszem rá. Én tök úgy emlékszem, hogy a harmadik rész végétől, amikor már ez a ominózus eset megtörténik, amit a Jacob csinál a Bellával, meg hogy nagyon pusolja, hogy válasszon valaki, akkor az Edwardot először, és akkor utána már nagyon ilyen ilyen strict, hogy így mellette marad, és semmi nincsen. De akkor tök máshogy emlékszem. Meg kell nézni még egyszer, nincs mese. Így terhesen most felfordult gyomrom beteg az, ez az alkonyat. Amúgy nagyon, mert ez a bevésődés. Nem tudom egyébként, van-e ennek valamilyen mitológiai története, vagy ezt az alkonyat által ki ezt a bevésődés dolgot, de amúgy nagyon tetszik. Vagy hát nem mitológiai szűjén mondom, hanem ilyen, hogy mondják ezt, ilyen fantazi története, ugyanúgy, ahogy tudjátok, van a vámpíroknak egy történelme, meg a vérfarkasoknak, és hogy ez honnan jött, hogy onnan régről, vagy csak az alkonyat találta ki, mint azt, hogy a vámpírok csillognak. De amúgy nagyon jó, csak hogy miért egy babába, egy csecsemőbe méghozzá? Nem mintha különbség lenne. Várjatok, ez milyen sori, azt vágom, hogy alkonyat. Ez az alkonyat film. Hol elérhető az alkonyat? Nem tudom. Ételmérgezés kapta egyszer, hol? Milyen kajától? De ott volt a végén Alice látomása, hogy mind felnőttek, és mind milyen boldogok. Igen. Igen, ott ugye megmutatják, hogy hát ő együtt maradt a rezümével a Jacob. Basszus, azt hittem, nem szeretem már ezt a... De úgy tűnik, igen. Akkor haragszik rá, igen. És Edwardot akarja, és Amaszt hanyagolja. De Amaz... Miért Amaznak hívod? Ez nagyon vicces. Megfélti Bellent és életét. És aztán az érzés nő benne, hogy a baba is. És Edward is ki van tőle, de úgy van vele, hogy oké, ha ez van, Bella legyen boldog. Máshogy emlékszem. Ó, sajnálom, Mecak. Semmi baj, Berti, én élvezem. Nem el vagyunk már egy órája? Na jó, kezdjük a játékot. Úr is, hát ezzel akartam kezdeni a streamet, várjatok! Vagy a tányér! Ajátok, nagyon csúnya lett az alapja! Nem tudom, mennyire látjátok közelről valami eszméletlen csúnya, hogy ilyen látszódnak az ecsetvonások, mert hogy csak egyszer festettem át, mert amúgy pont ilyen színt szerettem volna, ilyen világos lirát, teljesen ugyanolyan színű lett minden, mint ugye ott volt, hogy milyen lesz. Viszont mivel csak egyszer kentem át, senki nem szólt arról, hogy így látszódni fognak az ecsetvonások, és amúgy most streamben nem olyan gáz, de élőben nagyon gatya, hogy így az ecsetvonások látszódnak. Viszont a minták amúgy fullosak lettek, nagyon-nagyon szépen kisült a tányér, ugye a rózsa ilyen fehér pöttyös, és nagyon szép élénk színeik lettek. Mondom, az alap az valami szörnyű. Megpróbálok nektek ráfókuszálni. Vagy lássátok, hogy ilyen. Wingman! Fullos, nektek tetszik, ne örülök neki. Szerintem amúgy ez lett a legjobb, amit a Barbie csinált. Meg a rózsa. Klaus, aha, Klauét is megmutatom. Kurva jó lett a Klaué. Ugye valaki nem tudja most egyébként, miket mutogatok. Volt egy IRL stream kb. 2 hete, amikor elmentünk a Made Value-ba, ahol magadnak festhetsz ilyen kerámia tányérokat, bögréket, mindenfélét, és aztán kisütik ott, egy hét múlva értem át, és ilyen nagyon élénk színei lesznek a tányérnak, vagy az adott kerámiának, amit festesz. És olyan IRL streamet csináltam, hogy donéttel vagy szabbal kérhettek a nézők mintákat, és azokat festettem a tányérra. Ugye azt mutattam az előbb, most látja először a chat ezeket, és ezt pedig a Klau festette. Nagyon szép lett. Ő ugye magától
találta ki ezt a mintát, és most Inenzel voltak amúgy megint, csak én nem voltam. Na visszaviszem, mielőtt teltre. Aha, ha a fényhez tartod, akkor látni órásokat. Hát mindenhol látszik, mód. Olyan, mint a direkt lenne olyan. Cukik vagytok amúgy.